A kritikus munkája sok szempontból egyszerű. Keveset kockáztat, miközben élvezi helyzetét, hogy szabadon bírálhatja mások munkáját és tehetségét. Fürdőzünk a negatív kritikákban, amit jó írni és olvasni. De néha szembenézünk a keserű igazsággal, hogy a világ nagy egészében akár az értéktelen szemét több értelemmel bírhat, mint egy frappánsan megírt vitriolos kritika. És vannak pillanatok, amikor a kritikus tényleg kockáztat, amikor felfedezi az újat és mellé áll. A világ olykor kegyetlen az új tehetségekkel, új alkotásokkal, az újnak támogató kell.